háttérben is látható 24-17-es győzelmet arattunk itthon a Kispest ellen. Hogy értékelnéd az összecsapást? Hát először is köszönjük a szurkolóknak azt a remek hangulatot, amit ide varázsoltak nekünk. Már biztos, hogy nagyon sokat segített a játékosoknak, hogy ilyen kemény védekezést tudtunk felvonultatni ma. Gyakorlatilag az első fél időben az a 7 kapott gól az tényleg mindent elmond arról, amit a lányok dolgoztak, amilyen extra energiát beletettek abba a szakaszba. Tulajdonképpen a második fél időben sem volt sokkal gyengébb a védelmünk. Tehát ez a 17 gól, kapott gól, ez minden heti edzésmunkát és heti védekező gyakorlatot megért. Ugye a legutóbbi bajnoki nem úgy sikerült, ahogy terveztük, viszont ez most egy szép javításnak is mondható. Mit jelenthet ez, akár a hangulatra nézve, vagy a folytatásra nézve? Nem keseregtünk sokat, vagy nem szomorkodtunk, tehát azért pontosan tudjuk és láttuk, hogy milyen szoros ez a bajnokság. Itt hiba lenne azt hinni, hogy van egy, kettő vagy három kiemelkedő csapat ebben a mezőnyben, úgyhogy csináljuk a dolgunkat, tehát mindig a következő meccsre fókuszálva, mindig a következő meccs a fontos. Ebbe lovaljuk bele magunkat, ebbe hajszoljuk bele magunkat, tehát hétről hétre azért dolgozunk, hogy a következő mérkőzésre tudjunk felkészülni. Nagyon-nagyon büszke vagyok a csapatomra, a lányokra. Szerintem nagyon fegyelmezettek voltunk az egész mérkőzés alatt. A titka a mérkőzésnek az mindenképpen a védekezés mellett. Támadásban is akadtak még hibáink, de szerintem azt is jól abszolváltuk. Illetve amit nagyon ki szeretnék emelni, ez a szurkolóknak a jelenléte. Nekik nagyon hálásak vagyunk, reméljük, hogy a következő mérkőzésen is velünk tartanak.